Ez a videónapló bejegyzés egy helyzetjelentés a második kirándulásom után. Ez már körülbelül, 500 méter volt kb. De szerintem több is talán, nem tudom, majd megmérem a térképen, hogy innen elmenni a Katyini Mártirok parkjáig, az mekkora távolság. De nagyon meglepődtem, hogy mennyire kifáradtam, mert ugye már előtte is itthon legalább 2 órát talpon voltam, hát úgy értem, hogy így jöttem, mentem reggel, meg leültem videózni, telmélkedtem a videón, meg úgy minden így voltak itthon ilyen kis teendőim, tehát nem feküdtem. És utána kimentem a parkba, nagyon jó fényképeket csináltam egyébként. Ennek nagyon örültem, tök jó, hogy most tavaszra van időzítve ez a dolog, mert hát most novemberben lábadozni, esetleg zuhogó esőben, meg tök hidegben, az nem lett volna kellemes. Úgyhogy minden nehézségben van valami jó. Az, hogy halasztódott a műtét november óta, az nem azt jelenti, hogy ez így nem volt jó. Ennek pontosan így kellett lennie. De egy idő után annyira kifáradtam ott a parkban, elkezdett feszülni a vádlim, és elkezdtem én marha kellemetlenül érezni magam, tehát így éreztem, mintha nem is tudom, mekkora túrát tettem volna meg, tehát mintha legalább fölmentem volna a Mátyás-hegyre, és onnan pedig le. És akkor nagyon szerencsés volt, hogy nálam volt a roller, mert abban szépen hazarúgdostam magam óvatosan a lábujjhegyemmel, és az épp lábamon álltam, és akkor egy kicsit kimélődött a lábam, nem tudtam volna visszagyalogolni, ezért fontos nekem a roller most az első kísérletezéseimnél, hogy legyen egy ilyen segédeszköz, amiben kapaszkodok is gyaloglás közben, meg adott esetben, ami gyorsan odaszállít valahova, ahol le tudok ülni. Most feljöttem, és föltettem a lábam, és most pihenek, és igazából nem csak a lábam fáradt el, hanem ugyan az egész szervezetemben érzem ezt, tehát a keringésem is, és eléggé ilyen kicsit sokkoló, hogy tulajdonképpen nem sokat feküdtem, tehát nem egy hónapot feküdtem, vagyis voltam itthon, mert azért nem is csak fekvéssel töltöttem az itthonlétet, az utóbbi napokban azért már elég sokszor így fölkeltem, tevékenykedtem, de az, hogy erre a pici térre ide be voltam zárva, és nem volt nagy mozgásterem, az erőnlétemet nagyon visszaépítette, ezt már tavaly tapasztaltam, mikor lesérült a bokám, de sikerült ez a kis kirándulás, és most a délutánt pihenéssel fogom tölteni, és egy kicsit így meg vagyok magamon lepődve, mert azért én ennél nagyobb kirándulásokra mentem a műtét előtt, és nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül visszaszerezni azt az erőnlétet minél hamarabb, csak ugye nem szabad sürgetni, mert akkor Isten őriz, valami sérülést okozok magamra, az nem lenne jó, vagy nem gyógyul rendesen ez a, most tulajdonképpen ott egy érhálózatnak kell kialakulnia, csak azt nem lehet, az nem tud valószínűleg kialakulni jól, hogyha függőlegesen van a lábam, meg lógatva, meg terhelve van, azért kell pihentetni, és jobban kimélni, mert ott most hiányzik egy véna, ami visszafelé szállítaná az eret. Ez érdekes jelenség egyébként, ez az egész. Tehát lenyűgöző egyrészt a sebészi munka, másrészt az emberi testnek a képességei. És hát most majd azt kell figyelnem, hogy holnap ugye megyek a varratszerésre, és az is egy terhelés lesz, az egy kirándulás lesz. Persze kocsival fogok menni, mert még azt nem bírnám, hogy oda BKV-zom, mert nem akarom, hogy esetleg pont ott érezzem azt, hogy nem bírok tovább menni, és éppen nem lenne olyan hely, ahol lefeküdnék és fölraknám a lábam. Úgyhogy majd kocsival elmegyek, és utána folytatom az edzést gyakorlatilag, de most nagyon-nagyon meglepődtem, hogy mennyire kifáradtam. Tegnap is kifáradtam, de tegnap kisebb útra mentem, és rövidebb út volt,
Most azért a dupláját tettem meg a tegnapinak, de nem baj, mert akkor holnap esetleg egy kicsit visszaveszek, holnap úgy is megyek erre a kötözésre, az is járkálással fog járni, de akkor utána szerdán folytatom innen. Hát sziasztok, minden jót!